Újabb nemzetközi siker Győrben. A Rábaetó Futsal Klub rangos trófeát tudhat magáénak. Megszerezték a Mitrópa kupát. Elég szép sikert értünk el, hogyha valaki, pont beszéltük a csapattal is, hogyha nap elején, amikor elindultunk, azt mondják, hogy mi döntőt játszunk és meg is nyerjük, akkor elképzelhető, hogy ki is röhögjük, de szerencsére jól is játszottunk, tudtunk küzdeni is, és úgy gondolom, hogy teljesen megérdemelt a sikerünk. Tudtunk igazolni a nyáron 3 új játékost, a nevetést, a munkát, meg a boldogságot, és ez most kiütközött szerintem, hogy milyen keményen is dolgozott ebbe az elmúlt másfél-két hétbe a csapat. Drucskó Zoltán ügyvezető bízik a jó folytatásban, és abban, hogy újra Győrbe kerül a bajnoki cím, de előtte még fontos feladat vár a csapatra. Edzőmeccsekkel készülünk a Szuperkupa elhódítására. Augusztus 18-án megrendezésre kerül a Szuperkupa küzdelme, ahol a bajnok és a kupa győztes csap össze. Igazi presztízs mérkőzés várható a Berettyó ellen. Szeretnénk kiküszörülni azt a csorbát, ami a bajnoki cím elvesztésével kapcsán szenvedtünk, és hát nagyon készülünk. A Szuperkupa döntőt várhatóan augusztus 18-án rendezik, az Eto és a Berettyóújfalu csapatai mérkőznek majd meg.